Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, engem Horváth Andrásnak hívnak, ez pedig a Belső Film című YouTube csatorna, és nagyon szépen köszönöm, hogy egyre többen követitek a csatornámat, és hogyha találkoztatok már ennek a csatornának a tartalmával, akkor ti is láthatjátok, hogy itt a non-duális tanításokról beszélünk. A non-duális tanítóknak az iránymutatásait szeretnénk valamilyen formában értelmezni, feldolgozni, és megnézni, hogy a saját életünkben ezek az iránymutatások hogyan épülhetnek be, annak érdekében, hogy egy boldogabb, teljesebb, békésebb, nyugodtabb életet élhessünk. Nagyon sokan írtatok nekem, és ennek nagyon-nagyon örülök, és külön volt kérés a tekintetben, hogy egy picit beszéljünk az alvászavarról, mert hogy aki adott esetben szorongással találkozott már az életében, vagy adott esetben volt már depressziós időszaka, vagy bármilyen mentális kihívás elé állította az életét, vagy egyszerűen csak nagyon turbulens az elméje, vagy úgy csak egyáltalán, találkozott már az életében valamilyen formában az alvás zavarral. És meg fogjátok látni, hogy tulajdonképpen az alvás ugyan az a minta, elme minta, mint akár egy rossz gondolat, akár egy rossz érzés, és szeretném ezt veletek közösen megdolgozni egy picit, hogy mi történik ilyenkor. Nézzük meg az alvás zavart, hogy mi történik olyankor, amikor kialakul, vagy mi az előszabálya annak, hogy miért alakul ki az, hogy nem tudok aludni, vagy mi az, ami történik ilyenkor bennünk. Engedjétek meg, hogy a saját példámon keresztül világítsa meg ezt a történetet, és nyilván mindenkinek megvan a saját története, de talán ráismertek erre a mintára az én történetemen keresztül, az én tapasztalásom keresztül, és talán ez fogja közelebb hozni a megoldást is számotokra. Én emlékszem, hogy nekem egészen fiatal koromban úgy kezdődött ez az alvás probléma, ami egyébként időről időről jelentkezett, tehát nem volt folyamatosan jelen az életemben, hanem egyik pillanatra másikra megérkezett egy gondolat, hogy nem fogsz tudni aludni. És nagyon érdekes, hogy ez egy abszolút az elmémnek egy ilyen troll üzemmódja, hogy megérkezett valahonnan ez a gondolat, netántán, mert láttam ezt valahol tévében, vagy elhangzott ez a mondat, vagy szóba került ez a barátoknál, és egyből megnyomott egy olyan gombot bennem, aminek hatására elkezdtem megint azon kattogni, hogy fogok-e tudni aludni éjszaka, fogok-e tudni aludni este. És ez a gondolat, ez gyakorlatilag olyan szinten beépült az elmémbe, hogy bármerre néztem, ott volt előttem, állandóan vissza-vissza köszönt, és sose fogom elfelejteni, már amikor újra meg újra előjött, és mondjuk egy rövidebb periódus után, mondjuk 2-3 óra után megint beköszönt, hogy fogsz-e tudni aludni, akkor szinte összeugrott a gyomrom, és volt egyfajta pánikreakció, hogy úristen, már megint itt van a gondolat. Ezzel párhuzamosan elindultak azok a gondolatok bennem, hogy ha nem tudok aludni, akkor hogyan fogom tudni ellátni a munkámat következő nap, tapasztaltam már azt, hogy milyen fáradt az ember olyankor, nem tud koncentrálni, és a többi, és a többi. Ez is keltett egyfajta pánikot bennem, hogy akkor úristen, hogyan fogom tudni, mi fog történni, ha a következő nap sem fogok tudni aludni, és így tovább, és így tovább, és nálam még megjelent az a gondolat is, hogy akkor SOS-be kihez fordulhatnék, hogyha esetleg altatóra lenne szükségem. Jó? Tehát, hogy egy ilyen gondolatcunami elindul, és gyakorlatilag ennek a jelenléte egy folyamatos, készen létbe, folyamatos pánikba tartott engem, és mi történt? Természetesen már a lefekvéskor van egyfajta készülődés, hogy akkor tudom, hogy ott van a gondolat, na fogok-e tudni, nem fogok tudni aludni, fogok-e tudni. Tehát, hogy egy ilyen állandó készenléti állapot, vagy értem ez alatt, hogy folyamatosan ott van jelen ez a gondolat is, hogy tudok-e vele kezdeni valamit, meddig fog itt lenni, és hát akkor, hogy fogok-e tudni aludni. Letesszük a fejünket, mi történik? Nem tudok aludni, eltelik fél óra, eltelik egy óra, szerintem mindenki rá fog ismerni erre a viselkedésre, fölugrik, dühös lesz, még mindig nem alszom, és aludnom kellene már, és már rég aludnom kellene, és miért nem alszom, és a többi, és a többi, és gyakorlatilag eltelik 2-3-4 óra, míg az ember talán valamilyen formában el tud szenderedni. Vagy
egyáltalán nem tud aznap aludni, és akkor a következő nap meg ismét egy nagyon izgalmas csomaggal indul, hogy tudok-e ma este majd esetleg aludni. No, szerintem ha valamilyen formában mindenki megismeri ezeket a mintákat, és azt kell, hogy tudjátok, hogy maga ez az egész történet, az alvás, az egy ugyanolyan mentális aktivitás, mint bármi más. Az ugyanolyan, mint a gondolatok, ugyanúgy kell kezelni, mint az érzelmeinket, minden, hiszen az alvást is tulajdonképpen a gondolataink irányítják. Azt azért tegyük helyre, vagy nem tudom, hogy ez miért fontos itt, de most ez valamiért megérkezett, hogy ezt elmondjam, hogy az alvásnak különböző fázisai vannak. Ugye van az, amikor elszenderedünk, tehát alvásba szenderedünk, van az a része, ahol álmodunk, és van a mély alvás, jó? A mély alvás az, ahol nincsen elme. Bocsánat, és még van egy negyedik fázis, amikor ébredezünk. A mély alvásban ott ugye nincsen elme, az álmodozásban természetesen ott van az elme, különben nem tudnánk ilyen gyönyörű történeteket álmodni, de a mély alvásban viszont nincsen elme, és azért érezzük magunkat ennyire kipihentnek következő nap. Miért mondtam ezt el? Nincsenek feltétlenül jelentősége ebben a fázisban, de hogy azt tudjátok, hogy ugyanúgy kezeljük az alvást, mintha bármilyen egyéb gondolatsor, vagy egyéb érzelem zaklatna titeket. Jó? Tehát egészen addig, amíg harc van az ellen, hogy nem tudok aludni, az ott fog lenni veletek, és nyilván azt a folyamatot csak erősítem. Tehát amikor nem tudok aludni, nem tudok aludni, nem tudok aludni, akkor van egy óriási ellenállás bennem, hogy nem tudok aludni, és csak olaj a tűzre, és folyamatosan, mintha azt mondogatnám magamnak, hogy gyakorlatilag nem is fogsz aludni, mert hogy ez, aminek ellenállok, amivel harcolok, ez folyamatosan fenn fog maradni. Jó? Semmi más feladatom nincsen ezzel sem, mint hogy meg tudom magamnak engedni azt, hogy nem alszom, és hogyha nagyon-nagyon troll üzemmódban van az én elmém, akkor egészen odáig elmehetek, hogy fölteszem a kezem, és azt mondom, hogy ha kell, akkor akár 4-5-6 napig nem alszom, itt vagyok, csinálj velem bármit, alvás, bármit csinálhatsz velem, én kész vagyok annak is alávetni magam, hogy akár 4-5 napig nem alszom. Természetesen ilyen nem fog előfordulni, mert egy idő után az ember tényleg összeesik, és annyira fáradt lesz, hogy el fogsz aludni, de föl fogod ismerni előbb-utóbb, hogy ez ugyanolyan bluff az elme részéről. Mondok nektek egy nagyon-nagyon szemléletes példát, amin keresztül még jobban meg fogjátok ezt érteni. Biztos, hogy volt már olyan videótartalom, ahol meséltem arról, hogy voltam egy 10 napos elvonuláson, egy csend elvonuláson, ahol az történik, hogy naponta ilyen 10-12 órát meditálunk, ugye minden inger ki van kapcsolva, nincs a mobiltelefon, nincs semmi, nincs kapcsolattartás, nincs beszéd a többiekkel, ugye be vagyunk zárva egy házba, és gyakorlatilag naponta 10-12 órát meditálunk, természetesen eszünk, fürdünk, alszunk, és ugyanez 10 napon keresztül történik. Én ott az első nap nem tudtam aludni. Jöttek a gondolatok, hogy úristen, mi fog történni. Második nap sem tudtam aludni. Gondolhatjátok, hogy mennyire fáradt voltam napközben már, amikor meditáltunk is, és folyamatosan nőtt bennem a szorongás, és azok a gondolatok jöttek felszínre, hogy úristen, mit teszek magammal? Jó helyen vagyok? Ez az elvonulás, ez kell nekem egyáltalán? Szükségem van erre? Mert hogy csak rosszabb állapotba fogom taszítani magam. Eljött a harmadik nap, megint nem aludtam semmit, majd eljött a negyedik nap, megint nem aludtam semmit, és már teljesen hulla voltam, és már napközben alig tudtam meditálni, és még mindig nem aludtam semmit, és akkor jött az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy én hazamegyek. Mert hogy pontosan tudta az elmém, hogy lesz egy olyan eleme az én agymenésemnek, amiben ha belekapaszkodik, és amit túltol, az pontosan tudta, hogy ki fog tudni engem ugrasztani abból az elvonulásból, és ezt meg is tette. És képzeljétek el, hogy amikor hazaértem, akkor az volt az én drága feleségemnek az első kérdés, hogy miért ugrottál ki, és mondtam neki, hogy figyelj csak, nem aludtam első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, mondom, én nem akarok rosszat magammal, én nem akarok, és úristen, mi lesz, és az volt a kérdése, hogy miért? Meghaltál volna? És akkor leesett a tantusz, képzeljétek el, hogy atyavilág,
miért nem maradtam én benne, miért nem csináltam ezt végig, és miért nem mondtam azt az elmémnek, hogy. Nyilván ez már később állat, de hogy ennek így kellett történnie, természetesen nagyon sok aspektusa van, hogy ennek miért így kellett történnie, de az egy nagyon nagy tanulás volt számomra, hogy maradj benne, ez ugyanolyan blöff az elme részéről, hát nem fogsz meghalni, ha te 3-4 napon keresztül adott esetben nem alszol. Egyszerűen csak föl fogod azt ismerni, hogy tulajdonképpen csak oda dobja neked az elme ezt a történetet, hogy nem fogsz tudni aludni, és te annyira ráparázol, annyira ráfeszülsz az egészre, hogy valóban az lesz az eredménye, félsz a következményekről, hogy fogom így a munkámat ellátni, úristen a gyereket, hogy fogom így elvinni, és ezt csinálni, és fogják látni rajtam, hogy tiszta hulla vagyok, és holnap egy nagyon fontos megbeszélésem van, és akkor ott nem leszek fejbe, és annak az lesz a következménye. Tehát annyira sok vonalon elkezdi pörgetni az elme ezt az egészet, hogy nyilván lesz az a pont, ahol azt mondod, hogy úristen, ezt valamilyen formában már kezelni kell, nem tudod kezelni valamiért, és nyilván akkor az ember sok mindent elkövet annak érdekében, hogy valamilyen formában mégiscsak tudjon aludni, ilyenkor egy kis kupicával megiszik, abszurd zsákutcáról, egy másik tartalommal már beszéltünk, vagy beveszek egy nyugtatót, egy altatót, nyilván ezek abszolút zsákutcák, mert tulajdonképpen az elme ugyanazt csinálja itt is, mint bármi más helyzetben, folyamatosan azon dolgozik, hogy téged az elmének a birodalmába tartson, és felismertesse veled, hogy tulajdonképpen csak szivatlak, és nincs is ott az, amit te elképzelsz magad előtt, ezt csak én vetítem föl számodra. Amikor olvastam a meditációval kapcsolatos videókban a kommenteket, ugye Sunny Sharmánál az eleinte a videóiban nagyon sokan kommentálták azt saját tapasztalatból, hogy a 2x20 perces meditációval párhuzamosan megjelent egyfajta alvászavar. Ez nálam is volt egyébként, de nagyon gyorsan kipörgött, körülbelül egy két hét alatt kipörgött, szóval ha bárkinek ez ugyanúgy felmerülne, akkor ne ijedjetek meg, ez egy teljesen természetes velejárója, hiszen egy kicsit átrendeződik a rendszer. De hogy ott nagyon érdekes kommentet olvastam a Sunny részéről, aki mindenkinek azt válaszolta, hogy ne démonizáljátok az alvást úgy, mintha az valami olyasmi lenne, ami egy ilyen nagyon extra dolog az életünkben, az egy pontosan egy ugyanolyan mentális aktivitás, és ezt a szót használja, egy pontosan egy ugyanolyan mentális aktivitás, mint bármi más, és kezeljük ugyanúgy, mint bármi mást. Érti ez alatt, hogy kezeljük ugyanúgy, mint adott esetben a rossz gondolatainkat, azokat az érzelmeket, amelyek terhesek, az fizikai tüneteinket, tehát pontosan ugyanúgy kell vele bánni. Vagyis megengedem, hogy ott legyen, megengedem, hogy jelen legyen, megengedem, hogy csináljon velem bármit. Jó? Tehát amikor elindul ez a folyamat, akkor egyrészt ez a rossz gondolatok, hogy fogok-e tudni aludni, mi van, ha nem fogok, és a többi, el kell jutnunk a meditáció segítségével arra a pontra, hogy meg tudom engedni, hogy ezek a gondolatok ott legyenek velem, és felismerjem azt, hogy nem fognak tudni hatni rám, és nem fognak tudni velem mit csinálni. Nyilván ez az kell, hogy folyamatosan medizzek, és megtaláljam azt a középpontomat, és egyfajta megfigyelőjé váljak ennek a belső filmnek. De hogyha ebben a fázisban még nehezen tudom ezt megengedni, és folyamatosan jönnek a gondolatok, és lesz olyan gondolat, amiben mégiscsak belekapaszkodok, és mégiscsak a kampóimat beleakasztom, és elsodor engem, és újabb, és újabb gondolatsorokat szül bennem, akkor annyit már megtehetek, mindenkor megtehetek, hogy megengedem, hogy ne aludjak. Megengedem magamnak, hogy legyen egy éjszaka, amit nem alszok végig. Megengedem magamnak, hogy legyen két éjszaka, amit nem alszok végig. Megengedjem magamnak, hogy legyen akár három éjszaka, amit nem alszok végig. És meg fogjátok látni, hogyha őszintén megengedem magamnak, és nem az van, hogy már 2 óra után, vagy már 1 óra után forgolódom, és már megint már nem tudok aludni, és hogy nagyon gyorsan bejön ez a düh, hogy a franc essen bele, hogy már megint nem tudok aludni. Jó, ez nagyon-nagyon gyorsan megnyomja az összes többi gombot, de hogyha ezt meg tudom engedni magamnak, és igen, ha kell, akkor nézem a plafont, ha kell, akkor azt mondom, hogy most olvasok egy kicsit, ha kell, akkor bekapcsolom a tévét. Tehát, hogy belelazuljak abba, hogy ilyen van egyébként. Egyébként meg tényleg van, de hogy
elfogadjam azt, hogy az elmém most azt mondja, legyen egy respekt, Muji mondja, hogy respektáljuk azt, hogy van egy belső valami, ami ezt irányítja olyan formában, hogy az én szervezetem lehet, hogy most nem akar aludni, de lehet, hogy majd egyébként 4 órakor délután meg tök álmos leszek, azt is próbáljuk meg respektálni, és ha megtehetjük, akkor aludjunk ott egy picit. Tehát, hogy a szervezetünk mindig üzen, hogy mire van szükség, és hogy ebbe legyen egy óriási respektünk az irányába, és fogadjuk el, hogy azt, amit üzen, az úgy van jól. És hogyha az elmének ezt a blöffjét is komolyan veszük, és azt mondjuk, hogy jó, ha te azt szeretnéd, hogy én most ne aludjak, akkor nem alszom, és ezzel jól vagyok, akkor pont az ellenállást vettük ki ebből a rendszerből, pont azt a harcot vettük ki a rendszerből, hogy nem, már pedig nekem kell aludni, gondoljatok bele, nekem kell aludni, ez mekkora ragaszkodás és mekkora kapaszkodás ebbe az ellenállásba, akkor nyilván az ellenkezőjét fogom triggerelni. Jó? Tehát, hogy ez egy mentális aktivitás, és pontosan ugyanaz az eszközötök, pontosan ugyanaz az eszköztár, megküzdési stratégia, lehet, hogy ez nem egy túl jó szó, amit használunk, mert a megküzdésben van egyfajta harc, de ugyanaz az attitűdöm, ugyanaz a hozzáállásom ehhez, mint bármelyik más mentális aktivitáshoz, akár a rossz gondolatokhoz, akár amikor csak akár bármilyen fizikai tünethez, egy szorongáshoz, és azzal is azt mondjuk, azt tudjuk tenni, hogy megengedjük, és gyakorlatilag nem akarjuk kezelni, hanem megengedem a jelenlétét, és fölteszem a kezem, és azt mondom neki, hogy igen, lehet ennek a következménye bármi, én azzal jól vagyok. És hogy azért bátorítalak titeket, hogy engedjétek meg, hogy tényleg lehessen bármi a következménye, mert nagyon gyorsan rá fogtok eszmélni arra, hogy nincs következménye, mert blöfföl az elme, mert nem tud mit kezdeni, mert nem fog titeket megölni, nem lesz szívinfarktusotok, nem fog ez történni veletek, abszolút egy blöff a részéről, aminek fölülünk, és amint fölültünk ennek, akkor azt fogja mondani, hogy ez az, elértem a célomat, egészen addig, amíg föl nem ismerjük ennek a működésnek a valódi hátterét, és akkor meg Isten igazából már próbálkozhat. Jó, legyek én az egyik legjobb példa arra, hogy mint a tejbe tök úgy alszom, tehát hogy nincs már alvászavar az életemben, de ha van és elindul, mert nyilván azért időről időre előfordul, akkor teljesen oké vagyok azzal, hogy most ez történik, és ott vagyok, amíg vagyok, nincsen semmilyen ellenállás bennem, és nyilván ennek az az eredménye, hogy körülbelül 2-2,5 órán belül államba szenderedek én is, hiszen történik minden a maga útján. Jó, úgyhogy az alvászavar az egy ilyen történet, nyilván van többféle alvászavar, akinek szorongással párosul, vagy esetleg a mindennapi belső feszültség, vagy bármilyen egyéb elme aktivitásnak a következménye az alvászavar, ők nyugodtan lehet ez a hozzáállásotok, nyugodtan lehet ez a koncepciótok az alvászavarral kapcsolatban, nyugodtan lehet a megengedés az elsődleges megküzdési stratégiátok ezzel, és nyilván van többféle alvászavar, most ami adott esetben, aminek valamilyen orvosi háttere van, azzal én most itt sajnos nem tudok foglalkozni, meg nem is szeretnék foglalkozni, de hogy ezt, amit én éltem, ami gyakorlatilag a gondolatok és a gondolatsorok triggerelnek, és azok hozzák életre, azt abszolút úgy kell kezelni, mintha bármi más jellegű gondolatod lenne. De ne felejtsétek, ez a fajta ellenállás nélküliség és ez a fajta megengedés, nem feltétlenül elfogadás, pláne nem feltétlenül szeretet, bőven elég a megengedés, ez akkor fog életre kelni, hogyha 2x20 percet napi szinten rendszeresen meditáltok, és akkor fogjátok ezt az ellenállás nélküliséget érezni bármivel kapcsolatban az életetekben, és ez egy olyan világot fog elétek tárni, amiről sose álmodtatok, mert azt fogjátok tapasztalni, hogy minden keresztül megy rajtatok, ahogy a tanítók is mondják, minden jön és megy, és ez nem azt jelenti, hogy ilyen suta leszek, és nem lesznek érzelmeim, és nem fog semmi történni velem, hanem egyszerűen nem akasztjuk be a kamponkat semmibe, és az egy óriási nagy békét, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, önbizalmat, lendületet, motivációt, mindent fog hozni.